Önök a heti szakaszt Breuer Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról. Figyeljen! Le ne maradjon, most mindent megtudhat a zsidókról. Tartsanak velünk a heti szakasz műsorában. 5774 éves kultúra Magyarországon. Vajon hogy élnek a zsidók hazánkban? Figyeljen és ismerje meg a valóságot. Önök a heti szakaszt Breuer Péter műsorát látják. Íme tehát a műsor, melyben a riporter, aki kérdez, Breuer Péter. Műsorunk vendége Latorcai Csaba helyettes államtitkár. Államtitkár úr, üdvözlöm első alkalommal itt a heti szakasz műsorában. Milyen volt ez az esemény? Mi a tanulsága a magyar társadalomnak az életmenet működéséből? Az életmenete azért rendkívül jó kezdeményezés, mert a társadalom egészét kívánja megmozgatni. A társadalom egészét kívánja megmozgatni és emlékeztetni a holokauszt borzalmaira, és nemet mondani az antiszemitizmusra. És az a páratlan ebben a kezdeményezésben, hogy ezt olyan programokkal, rendezvényekkel, lehetőségekkel teszi, ami az egész közösséget megmozgatja. Mind a holokauszt, mind pedig az antiszemitizmus össztársadalmi kérdés. Ez nem csupán a zsidóságot érintő kérdés, hiszen nem lehet elkülöníteni zsidót és magyart, mert egyszer ez már megtörtént, és hatalmas tragédiát eredményezett. Én úgy gondolom, hogy mind az antiszemitizmus elleni fellépés, mind pedig a holokausztra való emlékezés közös feladatunk és közös felelősségünk, úgy, ahogy a magyar állam felelőssége volt 1944-ben az, hogy zsidó honfitársainkat deportálták. Ezt közösen kell tudnunk feldolgozni annak érdekében, hogy egy szebb és jobb társadalmat építsünk. Ön évek óta dolgozik az államapparátus egyházügyeivel kapcsolatos területen. Valamikor tanulmányokat is folytatott egyházi területen. Mit tud mondani ön szerint, mit tehetnének a történelmi egyházak, hogy az antiszemitizmus, illetve a rasszizmus egy kicsit kevesebb legyen? Én úgy gondolom, hogy II. János Pál pápának van egy mondása, egy megközelítése, ami minden problémát megold. II. János Pál, amikor a zsidóságról beszélt, akkor mindig azt mondta, hogy az idősebb testvéreink. És hogyha a zsidóságra, mint idősebb testvéreinkre tekintünk, akkor már elértük azt a célt, ez a fajta testvéri szeretet. És hogyha a testvéri szeretet, ami minden monoteista egyház hitvilágában megtalálható, ez valóban érvényesül, akkor nem lesznek többé olyan problémák. És ezek az egyházaknak a küldetései, én úgy gondolom, hogy ezt kell nekik erősíteni. János Pál pápát megelőzte a II. Vatikáni zsinat. Mit tud a II. Vatikáni zsinat akkori rendeleteiről mondani, ami a zsidósággal, illetve Jézussal foglalkozott? Egy fordulat történt be a II. Vatikáni zsinaton. Nem csupán a zsidóságot érintően, hanem az egyház önmagáról alkotott képét illetően is. A II. Vatikáni zsinat megerősítette azt, hogy a kereszténység és a katolicizmus gyökere a zsidóságból ered, és ezáltal a zsidóságra, a zsidó hitre, mint testvéri, egy Isten hívő vallásra kell tekintenünk, és keresni a közös út lehetőségét, mint ahogy a gyökereink is közösek. Az azt megelőző időszakkal kapcsolatban, az azt megelőző teológiai irányokkal kapcsolatban én úgy gondolom, hogy ez egy éles cezúra, hiszen egyszer is mindenkorra lezárta azt a kérdést teológiai értelemben, hogy a zsidóság mennyiben felelős Jézus Krisztus haláláért, és ez a kérdés én úgy gondolom, hogy minden hiteles és igaz hívő katolikus számára egyértelmű most már, hogy a zsidóság nem felelős ebben a kérdésben. Ezt ki kellett mondani, és én úgy gondolom, hogy azzal, hogy ezt a II. Vatikáni zsinat kimondta, egy gyümölcsöző együttműködés kezdetét indította el, és ennek a gyümölcsöző együttműködésnek a
virágait napjainkban tapasztalhatjuk. A harmadik Orbán kormány egyre több oktatási intézményt juttat az egyházak részére. Vajon a II. Vatikáni zsinat döntései ezekben az iskolákban a tanórákon elő fognak kerülni? Ha katolikus intézményekről van szó, már pedig katolikus intézményekről van szó, akkor elő kell, hogy kerüljenek. Nem attól katolikus egy intézmény, hogy a névtáblára az van kiírva. Attól katolikus egy intézmény, mert olyan lelkiség és olyan szellemiség uralkodik ott. És a katolikus intézményekben olyan lelkiségnek és szellemiségnek kell uralkodni, ami megfelel a II. Vatikáni zsinatnak, megfelel a II. Vatikáni zsinat tanításának, beleértve a zsidósággal kapcsolatos tanításának is. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre. Köszönöm szépen.